Sziasztok! Gondoltam, beszélgetünk. Amíg mostanában érkeztek, különböző kommentek, visszajelzések, üzenetek, mind a testi dolgokkal kapcsolatosak. Ebből kifolyólag biztosan tudom, hogy sokatoknak nem megy át a leges-leges-leg alapabb és leges-leg első lépés, hogy elkülönülj a testettől. Tehát, hogy te nem test vagy. Te egy lélek vagy, megtestesülve. Innentől kezdve, hogy ezt megértetted, de valóban megértetted, nem csak azt mondod, igen, tudom, én lélek vagyok, de közben semmi. Tehát te magyar vagy, te nő vagy, te fiatal vagy, te öreg vagy, te kövér vagy, te vékony vagy, fogatlan vagy, nagy az orrod. Ez mind a testi azonosulás. És onnantól kezdve, hogy a testeddel azonosulsz, megpróbálsz a tested kedvében járni. Például dohányzással, kávézással, drogozással, étkezéssel, tehát élvezetből eszel, nem azért, hogy fönntartsd magad, és sorolhatnám, kényezteted magad ezzel, azzal, amazzal. Én például nem használok testápolót. Simán az óceánba fürdök, az semmi, amúgy meg sem nagyon törölközöm. Nem szállítja ki a bőrömet az óceánvíz, és nem kell testápolót használnom. A napon száradok, semmi, ennyi. Tehát felmerült az, hogy nekem esetlegesen ezek a fogfájás, meg most egy csomó olyan dolog, ami kijött így nagy hirtelen, előfordulhat-e, hogy összefüggésben van azzal, hogy a szenvedélyeimet tulajdonképpen ilyen direkt módon így abba hagytam. Most már tulajdonképpen minden szenvedélyemet. Igen, bizonyosan összefügg, bizonyosan a testem megpróbál úgymond rá venni arra, mert szinte éreztem, amikor kijöttem a fogorvostól most, ha elszínnék egy cigit, tuti nem fájna. És mivel hinnék benne, ezért tudja, hogy nem is fájna, ha elszívtam volna egy cigit. Hát de nehogy már, Én lélek vagyok, nem test. Nem kell arra törekednem, hogy a testemet ilyen értelemben szórakoztassam, mert a lelkemet nem szolgálja a dohányzás, a kávézás. Okoz lelki örömet az, hogy cigizel vagy kávézol? Azt hiszem, hogy megnyugtat, egyébként most már pontosan tudom, hogy engem stimulált nagyon komolyan a dohányzás. És én az amfetamin függőségemet kompenzáltam ebben a mérhetetlen sok cigarettával, mert engem nem megnyugtatott. Tehát én, amikor abbahagytam a cigarettát, hát nagyjából egy hétig, tehát most kezdek el megint aktív lenni, tehát már most ültetek meg, mit tudom én. De tudom, megint itt vannak ezek a vadkacsák, nézzétek már, nem tudom, látszik a telefonban. Három vadkacsa, ezek mostanában kezdtek el jönni erre, ez a három van csak. Ezek szerintem lemaradtak a tömegtől. Na mindegy. Tehát én ugye nagyon sokat cigiztem, viszont elég aktív voltam. És abban a pillanatban, hogy abbahagytam a cigizést, hát sokkal jobban alszom, ugye nem is kávézok, tehát lényegesen többet alszom, meg jobban. Viszont sokkal kevésbé vagyok attraktív, impulzív, energikus. Most már kezdek, tehát most már kezd visszaállni a rend, és kezdek enélkül is, mert ugye amikor Magyarországon éltem és amfetamin függő voltam, én 3-4 napot simán éjjel-nappal egybe ébren voltam. Utána elájultam, aztán utána kezdtem előre. Tehát teljesen alvás, sőt, volt, hogy étkezés nélkül is. Tehát a 3 nap az a minimum. Tehát én, hogy péntek reggel elkezdtem dolgozni, akkor én hétfő délutánig simán nyomtam. Akkor kedden aludtam, szerdán megint, szerda csütörtök, akkor pénteken egy kis alvás, pénteken megint az egész hétvége. Ezt csináltam évekig. Itt ez a dohányzás volt, és ezeken most kezdek el rájönni, és ezért nagyon jók ezek a kommentek, és hozzáfűzések, és hozzászólások, mert ugye elgondolkodtad egy másik irányba, hogy mik azok a dolgok, amiket tettem, és meg kell fejteni, miért tettem, meg kell érteni az okát. Nyilván nem lelki öröm volt, nem is testi öröm, viszont stimulált a nikotin, meg a kaffein, meg ezek a kóla. És ezeket most mind elhagytam, na most erre persze így beint a szervezetem, és akkor volt egy kis derékfájás, akkor fogfájás, az egyébként, hát már most sokkal jobb, de most már kibúzatom az összes szart. De hát most már érdekel. Hát most már persze, hogy nem fáj. De így fogok menni a fogorvoshoz. Na.
ez a zene. Az, hogy túl kell kiabálnom, úgyhogy egy pillanatra megállítom. Közben bevettem a eredeti vallangomba, szépen megcsináltam egyébként. Nem tudom, mennyi látszik. Kis az élet. Ide bepakoltam a zoknikat, azt hiszem, hogy nem ide pakoltam be? Ja, de. Ide meg már izék vannak a ruhák, amiket kimostam úgy komosogében. Ha testemmel azonosulnék, akkor most nem csinálnék például a felvételt, mert hogy nézek ki fogatlanul. De kit érdekel? Hát ezt mondtam nektek, hogy hát ez is műanyag egyébként, tehát nekem nincsen fogam, hogyha valakit érdekel, mert ez valahogy mindig, pedig annyiszor elmondtam már. Nekem egyetlen egy fogam volt, mikor idejöttem. Ahhoz le csináltatva egy alsó fogsor, abból kitört az egy, és a tövek, amik mellette még voltak, mert nem lettek kihúzva, azok most mind begyulladtak egyszerre. De nekem a felső fogam is fogsor. De nekem nincs fogam. És egyáltalán nem határozza meg a mindennapomat, vagy az életemet. Ha valaki azért néz, vagy azért hallgat, mert hány fogam van, vagy hány fülem, akkor ne hallgasson, vagy ne nézzen. Tök mindegy. Tehát a testedet akarod szolgálni a kávéval, a cigivel, a droggal, az élelmiszerrel és mindennel. Nem jó felfogás, hibás felfogás. Mert ezek soha nem tesznek boldoggá. Nem leszel boldog azért, mert dohányzol, nem leszel boldog azért, mert drogot fogyasztasz, alkoholt iszol, szexuális perverziókat folytatsz. Nem akarok belemenni most itt a részletekbe, de hát én se ez a klasszikus misszionárius póz voltam. Úgyhogy. És igenis lépcsőfokokon kell keresztül menni, és onnantól kezdve, hogy megérted, hogy ezek nélkül sokkal egészségesebb, sokkal egészebb életed lehet, meg sokkal boldogabb, már nem jár rajta az eszed. Tehát nem. Tehát én most úgy hagytam abba a cigit, nyilván eszembe jut, amikor például toalettre megyek, hát nyilván én mindig kávé cigivel mentem toalettre. Tehát ugye tegnap is mentem toalettre, és akkor eszembe jut a cigi, de mennyi már hülye cigarettával fúj. Szóval nem élem meg rosszul. Azt hittem, nyilván én is, de aztán már tudtam, hogy nem, hinni kell abba, hogy a Jóisten segít, és elvonja a figyelmemet másra. Tehát amikor eldöntöttem, hogy kerülöm a szexuális érintkezést hölgyekkel, mert nekem sokkal nagyobb bánat, igazából ez volt a fő motivációja, az egyik az, hogy mindig droggal csináltam, a másik pedig az, hogy mindig nagyon rosszul éltem meg, tehát én a kuruckákba is, én mindig szerelmes lettem egyébként, tehát bozol. Tehát ha valamelyikkel jó volt, akkor én, és én nagyon rosszul éltem meg, ha ő mással van, meg szóval beteg dolgok, maradjunk annyiba. És nyilván ennek az elvonása először nagyon rosszul éled meg, meg nyilván ugye saját magadnak okozol örömet egy jó ideig, aztán elkezded megérteni azt, hogy tulajdonképpen a kévágy, ami a pokolba visz, ami háborúkat indít. Én egyetlen egy dolog miatt verekedtem életemben, az mindig a csajom volt. Tehát ilyen pénzügyi dolgok, vagy anyagi dolgok miatt soha, de a csaji azért mindig. Azért mindig. Azért meg is öltem volna akárkit. Végtelen agresszív tudtam lenni. Hihetetlen agresszív tudtam lenni. Nagyon durván. És olyan erő volt bennem olyankor, hát nem volt olyan, akinek neki nem mentem volna, ha a csajomat inzultálta. Na mindegy. Tehát amik jöttek most ugye komment, visszajelzés, stb., hogy elvárom a testemtől, hogy jó érezzem benne magam, de én magam nem szolgálom őt. Igen, nem szolgálom a testemet. Mert a testem semmi más célt nem szolgál, csupán húszibálja a lelkemet. És ennyi. És onnantól kezdve, hogy a lelkem felszabadul, és a lelkemmel élek, a lelkemért élek, és nem a testemért, onnantól kezdve mindent megkapok, ami a testem fenntartásához szükséges, ilyen az élelmiszer, ugye, hát az óceánvize, tehát a tisztálkodás,
Most nyilvánvalóan van ez a fokhúzás, ez nekem nagyon nagy probléma, és egy nagyon nagy próbatétel. Tehát az, hogy én 46 éves koromra elértem azt, hogy nincs fog a számba, azt nem tudom, hogy nem tudjátok elképzelni. Tehát én a szájsebészetnek, meg a fogászatnak, meg a mindenféle formáját, fajtáját. Na hát csodálkoztam, hogy eddig hum voltál. Hát eddig hum voltál. Hát valamit zabáltál már megint. Mit ettél? Lara! Valamit kaját egyébként, tudni. Nyalud a pofádat, úgyhogy tudom, hogy ettél valamit. Valami dögött, mi? Jó, van, ne nyalj össze, mert ilyenkor büdös vagy. Fel akarsz jönni? Na jó, van, gyere. De ne nyalj össze, mert zabáltál is büdös a pofád. Belebetegedne, ha nem lenne 5 centin belül. Ó, már most elégedett. Ez is a lelkemet teszi borloggá. Na, a testemet. Ennyi. Nem fogok a testi örömöknek élni, és egyre kevésbé, és kinevetem ezeket a dolgokat. Semmi nem foglalkoztat. Muszáj persze megcsináltatni a fogamat, mert gyulladásba tartja a szervezetemet. És eddig már csomószor begyulladt, csak ugye bevettem néhány gyógyszert, vagy akármi, és akkor elmúlt, jó, de jó, nem kell menni fogorvoshoz. Most nem fáj. Tehát most amúgy a régi énemmel, a régi tudatommal, hol mennék én fogorvoshoz? Hülye vagy. Hát ha nem fáj az ember fogam, miért? Dehogy megy fogorvoshoz. Hát én most kajakra megyek, az kajakra kihúzathoz 4 fog gyökeret. Mert ez kell ahhoz, hogy megcsináltassam utána alul is a fogaimat, és akkor, de igazából nem tetszeni akarok senkinek, hanem nem tudok rágni normálisan. Tehát még a tésztől, meg az ilyesmit is, tehát ez azért probléma. Meg az ember azért ilyen értelemben ennyit adjon magára. Tehát most nyilván nem kezdek el kondizni, hogy fú, de milyen nagy darab legyek, vagy stb. Vigyáznom kell az egészségemre. Tehát nyilvánvalóan meg kell tennem mindent azért, hogy például normálisan emészek, és meg legyen rágva az étel, tehát ez oké. De nem szolgálom a testemet. Semmilyen formában. És igazából, hogyha normálisan élsz, tehát például vegetáriánusan táplálkozol, erőszakmentesen táplálkozol, tehát már kerüld a negatív energiákat. És például én még mindig narancsüdítőt szoktam inni, 60 centért szoktam venni ezt a dínmosat, de egyébként most már minden reggel kurkumás vizet iszok. Tehát kurkuma vízzel, és egy pohár víz, így indítom a napot. És most már napközben is egyre többször fogyasztok tiszta vizet, sima vizet. Ami nekem megint újdonság, mert én egyébként azt, na hát, és ráadásul itt Tenerifén, ugye üdítők, sörök, mindenféle italok, minden fest el van dobálva mindenhol, tehát nem nagy vasszizasz. Meg hát mondom, 60 cent 2 liter ilyen szénsavas üdítő. A lényeg, eszembe nem jut a testemet kényeztetni, mert nem szolgál engem, és akármilyen szép és egészséges lesz a testem, abban egyáltalán nem biztos, hogy szép és egészséges lélekkel bírok. De onnantól kezdve, hogy egészséges és szép a lelkem, onnantól kezdve már nincsenek testi gondjaim és fájdalmaim. És túl tudok jutni olyan dolgokon, amik most még persze. Tehát evidens, hogy elvonásom van a dohánytól, a drogtól már nem. Meg már ugye a szextől sem, a hústól sem. Tehát még ez a dohány, meg talán egy kicsit a kávé. Tehát ez a, hát néha egy kis fejfájás, ilyesmi. Tehát nyilván, ami ki nem tisztul az ember szervezetéből, ez a mérhetetlen sok koffein, meg ez a nem is tudom mi, amiket megittem, hát ugye, nem is tudod, hogy mi van a kávéba. Csak az, hogy kávézi. Szóval, nem akarok már tovább így. Aztán volt egy olyan észrevétel Orsinak, hogy én ugye azt mondtam, hogy csicska,
voltam idáig. És tulajdonképpen ugye azt mondtam, meg utána visszahallgattam, hogy mindenki csicska, aki a szenvedélyeitől nem tud megválni. És ugye elgondolkodtam, hogy töröljem esetleg a videót, mert hogy ilyen szóhasználat volt benne. De igazából a csicska az nem egy rossz, tehát nem lekvásztam valakit, tehát nem degradáltam le. Ugyanakkor fenntartom, hogy az az ember, akit a szenvedélye ural, tehát nem tud erőt venni magán, például ideges lesz, hogy összeveszik valakivel, ha nem tudja a tévéműsorát megnézni. Hát az milyen? Azért kiabálni valakivel, mert nem érted, hogy én most meg akarom nézni a sorozatomat? És nagyon sok ilyet ismerek. Egy nyambat sorozat miatt képes összeveszni a feleségével, vagy a férjével, a gyerekével képes üvölteni. Nem egy ilyenről tudok. Akkor nem képes ellentmondani az alkoholnak, a drognak, a kávénak, a cigarettának, a szexnek, és ha nem kapja meg otthon, akkor majd keresi máshol. Ez lehet, hogy csúnyán fogalmaztam, hogy ez csicskaság. De hát akkor mi, hogy mondjam más, hogy nem egy erős jellem, nincs tartása? Hát akkor nincs tartása. Akkor nem azt mondom, hogy csicska, hanem nincs tartása. És eddig nekem sem volt. 46 évig egy tartástalan, tulajdonképpen, hát azért az túlzás, hogy jellemtelen, de egy akaratgyenge. Nagyon akaratgyenge ember voltam. Na, talán ez így a leghelytállóbb. Akkor oké, akkor visszavonom azt, hogy csicska voltam, és bárki más is csicska, aki a szenvedélyeinek él. Egy végtelen akaratgyenge ember. És egy akaratgyenge ember nem képes a változtatásra. Tehát az a szenvedélyeivel együtt fog meghalni. És ezért a szenvedélyei karmáival kell újra megtestesülnie. Tehát amíg nem tudsz megválni például a dohányzástól, következőtől is dohányozni fogsz. Ezt pontosan tudtam, hogyha én drogfüggőként halok meg, egyébként a következő életemben szintén drogfüggő leszek. És amíg meg nem állom önmagamtól ezt a szenvedélyt, és nagyon fontos, hogy nem úgy állod meg, hogy most elkezdtél például gyógyszereket szedni, és akkor gyógyszerfüggő leszel. Az nem előrelépés. Hogy akkor nem amfetamint ízélsz, hanem metadont, vagy akármi más műanyag szart, csak az már legális, mert azt ugye gyógyszertárban veszed, ez hülyeség. A cigarettánál is. Először elterveztem, volt, mondtam is nektek. Volt cigirágom, tapaszom van. Van egy csomó olyan dolgom, rendesen ilyen kúrák vannak, tablettáim. Hogy mit tenni, hány milligram nikotin, 3 hónapra való tabletta. Megvan minden. Nem kell. Tehát megértettem, hogy lélek vagyok, megértettem, hogy nem szolgál engem semmilyen formában az, ha testi örömöket hajkudászom, legyen az a droga, a kávé, a cigi, akármi, és úgy tudom letenni a dolgokat, hogy így le van téve. Tehát, hogy nem nyavajogok, hogy persze mondom, eszembe jött a cigi, nyilván, de nem élem meg rosszul. Tehát nem az van, hogy mit nem adnék egy szál cigié. Egyébként igen, eszek néha ilyen negrót, tehát nem negrót, itt nem tudom, minek hívják, ilyen dínos mentor cukrot szoktam szopogatni. Mert ugye a nyelvemmel harcolok. Ugye ez is pont akkor volt a védákban, hogy a nyelveddel harcolsz, meg az ízt keresed, és ha egy magasabb rendű ízt tapasztalsz, akkor már nem kell a régi. Tehát onnantól kezdve, hogy kezdem megérteni és megtapasztalni az igazi lelki örömöket, onnantól kezdve már egyre kevésbé érdekelnek a testi örömök. Én el tudom engedni, hogy mit szólnak hozzám mások. Például most itt van ez a fogatlanság. Hát beszélni alig tudok, azért halljátok. És ez még egy jó ideig így lesz. Mert ugye, ha most pénteken kihúzzák ezeket a töveket, még minimum 3 hét, mire begyógyul, onnan még ugye leveszik a lenyomat, meg hát majd én még össze kell szedni rá pénzt. De most nem ez a lényeg. Tehát még minimum egy hónapig nem lesz fog a számba. Most eldönthettem, most csak egy hónapig csináljak videókat, vagy ne csináljak videókat, de kit érdekel? Kit érdekel? Ha valakinek nem a tartalom megy át,
hanem ugye megint a külsőségek, és az alapján ítél meg, vagy ítél el akár engem, akár ki mást, ez az ő szegénysége, az ő problémája. Én átadom nektek azt, amit úgy érzem, hogy át kell, vagy át szeretnék adni, és ha egyáltalán nem lesz fog a számba, akkor is valahogy elmammogom, amit akarok, érted? És kész. És egyáltalán nem okoz semmiféle gátlást, vagy problémát, hogy most van fog a számba, vagy nincs. Mondom, nyilvánvalóan meg fogom csináltatni, de nem pusztulok bele egyébként abba se, hogyha nem lesz fogom. Hát ha visszanéztek korábbi videókat, amikor ide költöztem, akkor konkrétan egy fogam volt alul, amit a nővéremnek csináltam videókat. A barlangútörő csapatban vannak fönt, meg az éjszabadon botán, mindegy. És teljesen boldogan érdegéltem alul egy foggal. Sem bajom nem volt. Úgyhogy igaz, akkor még nem csináltam ilyen mennyiségben videókat. Lényeg az, hogy Reina, meg Orsi, nektek továbbra is azt mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó döntés volt, és jó döntés most is, hogy nem érdekelnek a testi igényeim, és igenis úgy kezelem a testemet, mint a lelkem hurcibálója, tehát mint egy szolga. Nyilván nem bántom, tehát a szolgát nem vered agyon, de eteted, hogy tudjon cipelni téged. De ennyi. De a szolgádat nem szórakoztatod. A szolgádat nem viszed el moziba, meg színházba, meg azt neki drogot. A szolga azért van, hogy szolgáljon. Kész? Ennyi. Vigye a lelkemet. És hogyha a gazda, tehát én, a lelkem boldog, meg mosolyog, meg jól éli meg a mindennapot, akkor a szolgának sincs semmi baja. Az ennyi. Persze a szolgának meg kell csináltatni a fogát. Meg ha megsérül, akkor el kell látni, hogy tudjon tovább szolgálni. De ennyi. Hát ez milyen hasonlat, ez most jutott eszembe, ez tök jó. Mik a nagy marha? Hát mi van? Ilyen kolá hűnvek, hogy kusoljál már, nem tudok aludni. Mi van vajon? Na, ki megyünk? Menjünk ki, jó? Na. Kicsi a morgó? Menjünk ki. Na, sic. Na. Na, menjünk már. Na. Te nagy marha vagy. Na, mi van? Jó lett ez a kis benti barlangban, hogy hangulatos. Nem csak most összegyűltem azt a... Meg hogyha miért lesz közös, tehát minden be van így ízélben, nejlonozva. Tehát itt van még tiszta ágynemű, ott van párna, de ezek mind ilyen izék, ilyen légmentesen lezárt zacskókban vannak, hogyha jön valami kedves vendég, akkor csak kicsomagolom, és akkor kész. De ha véletlenül még esik az eső, akkor izé, ez is jó lett, ez a függönyösdi. Na, majd mennyi? Ja, meg ez teljesen légymentes. Hát ugye ez a legfontosabb. Ah, jó lett ez a függönyös. Izé. Baldahin. Na szóval. Van még egy kis idő, 23. Szóval ebben még fér ebbe a videóba. Lelki örömök, gyerekek. Testi vágyak, nem érdekel. Nem szolgál. Semmilyen formában. Semmilyen formában. Itt körülnézni. És tulajdonképpen semmi mással nem foglalkozni. Mint hogy itt egy kicsit, ott egy kicsit, aztán lemész, sétálsz a óceánparton. Ezt egy hölgytől kaptam. Vadi újak. Integetett alá, és akkor így a kezembe nyomta. Ó, mondom, köszönöm szépen.
ugye van kajám, na hát ezt a nyavaját szoktam még inni, de ez már nem kóla. De van egy csomó kajám, tehát ellátom a szolgámat. Nyilván már csak vegás cuccok vannak. Pontosabban nem, mert larának meg mindig hozok marhahúsit. De hát én hozzá nem nyúlnék már, tehát már az biztos, hogy meg nem enném. Nem a testem tesz boldog, elmennyit. Ez az aloe verámnak a virága egyébként most nyílnak. Például ezeket ma ültettem. Ezek mind ilyen kidobott növények voltak. És így tudom megélni az életet, a mindennapokat, amíg a testi vágyaimat elégítettem ki, addig nem szólt másról az életem, mint hogy ezeknek a vágyaknak megteremtsem az anyagi lehetőségét, és mikor megteremtettem az anyagi lehetőségét, akár munkával, akár ügyeskedéssel, akár csalással, mert ugye nekem voltak ilyen BTK-s dolgaim is, mindezek után azt a pénzt elköltöttem a testem boldoggá tételére, de soha nem lettem tőle boldog. Nagyon komoly örömeim voltak. Csajokkal, droggal. Nagyon szerettem cigarettázni. Na hát, ha valamit, én azt imádtam cigarettázni. Imádtam. 2 héttel ezelőttig. Azóta olyan illatokat érzek, amiről nem is sejtettem, hogy vannak. Például máshogy érzem a tenger illatát. Meg itt ez a sok növénynek is. Napról napra tisztul ki a légzésem. Tehát nagyon-nagyon nagy butaságnak gondolom már, és igenis nagyon komoly szintbeli fejlődésnek és nagy lépésnek tartom azt, amikor valaki végre megérti, hogy ő lélek, nem pedig test. És onnantól kezdve, hogy a lelkét kezdi el boldoggá tenni, és ezáltal boldoggá válik a teste, sokkal magasabb dimenzióba kerül a megértés terén. Minden sokkal-sokkal egyértelműbb, és sokkal-sokkal könnyebb lesz. Tehát mondom, 31 évig dohányoztam, láncdohányos voltam. Vissza lehet nézni videókat. Hát nem bírom ki negyed órát. Hát egy videóba kétszer rágyújtok, egy félórás videóba könyörgöm. Aztán utána nekem is feltűnt, és akkor már utána mindig megálligattam akkor, amikor dohányoztam, de csomószor meg vannak álligatva már azért, mert ugye cigiztem, hát undorító. És ehhez kell az, hogy lépésről lépésre, hogy fejlődik a lelked, fejlődik az értelmed, olyan segítséget kapsz ezeknek a nehézségeknek a leküzdésébe, ilyen apróságokkal, hogyha én lélek vagyok, nem pedig test, akkor miért szolgálnám én a testemet különböző baromságokkal, amivel nem is szolgálom, mert tulajdonképpen pusztítottam a testemet a dohányzással, a drogozással, a kávézással, ezeket mind nem építettem, hanem pusztítottam. Csak örömömet lehetem benne. Örömömet lehet, de boldogságot semmiképp. Arról nem beszélve, hogy nem ébredek most már reggel úgy, hogy érted? Mert az úgy, de amúgy eddig úgy ébredtem 2 héttel ezelőttig. Hát meg már némelyik videón hallom a saját hangomat, hogy ment el a hangom a dohányzástól. Tehát egyszerűen hallottad, ahogy rárakódott ez a nikotin, meg ez a kátrány. És azt érzem az óceán illatát, a növények illatát, teljesen más. Na mindegy, nagyjából ez is egy félórás videó lett. Csak gondoltam, beszélgetünk egy kicsit. És örülök, mondom, ha vannak észrevételek, egyrészt mert előre visz engem is, másrészt nagyon szívesen reagálok rá, és nagyon szívesen segítek megérteni, hogy én mit, hogyan élek meg, mit, hogyan éltem meg. És igenis szóljatok, hogyha bizonyos szavak sértően hatnak, vagy kellemetlenül, bár hozzáteszem, hogy az igazság legtöbbször, hát ha nem is fáj, de annyira nem tetszik. Viszont csak a fájdalom visz előre. Tehát onnantól kezdve, hogy megdicsérlek téged, hogy te most mindent milyen jól csinálsz, azt téged nem visz előre,
mert akkor meg vagy elégedve. Hát ha mindent jól csinálok, akkor minden jó így, ahogy van. De hogyha egy picit letollak, hogy ez még nem biztos, hogy jó, amit csinálsz, és esetleg azt mondom, nem lehülyézlek meg ilyesmi, de megpróbálom megmutatni neked azt a lehetőséget, hogy mennyivel jobban élhetnéd meg az életedet, és ezáltal te magad jössz rá arra, hogy ahogyan élsz, és amit most éppen megvalósítasz, nem szolgál téged, ez talán rá sarkal, rá kényszerít, rávezet a fejlődés igényére, a változás, változtatás igényére. És ha látod azt, hogy én hogy élem meg a napokat, a mindennapokat, hogy oldok meg problémákat, hogy élek meg problémákat, például én, aki úgy be voltam, vagyok, leszek szarva a fogorvostól, most alig várom, hogy péntek legyen, és menjek, és lerendeztessem ezeket a rohadt fogakat. És tudjátok, mivel izélem magam? Tehát mivel trenírozom az agyam, meg a minden. Hogy péntek lesz az utolsó nap az életemben, hogy fogorvosi rendelőbe kell mennem. Péntek lesz az utolsó nap az életemben, ebbe a test életemben. Én iszonyat sokat szenvedtem. És fantasztikus nagy élmény lesz, hogy ettől végre megszabadulok, és nem úgy gondolkozom, mint még akár egy hónappal ezelőtt is. Hogy ha nem fáj, nem megyek. Ma úgy sincs rá pénzem. Meg mit tudom én. Most megyek, így megyek. És túl leszek rajta is. És még boldogabb leszek. A lelkem, nem a testem. Minden jót kívánok nektek. Hare Krishna.